Hello, srácok, át a célvonalon. Nos, jól látjátok, itt van Kropko Márti, a Betinek a nagyobbik lánya. Néhány szót mondok róla, mert utána olvastam. Már is talán megnyert mindent, még a, már csak a Holdon nem voltál, ha jól tudom, ott nem versenyeztél. Aztán világban nem. Mindenhol, igaz? Juniorként, VB, EB, ott dobogós voltál. Aztán, ahogy tudom, Japánban is elég jókat mentél, mert most volt egy valami komoly verseny, ahol szintén az Magyar Triatlon Szövetség oldalán is lehetett rólad olvasni. Igen. Szóval akkor üdv nálunk, apud már volt itt egyszer, elég sokan megnézték, úgyhogy fel van adva elég nekem is a lecke. Elég nagy sikere volt. Nagy, ez brutál. Ajaj. Apud nagy király, szóval odarakta magát. A mai nyelven mondhatjuk úgy is, hogy apu nagy Károly volt. Nos, akkor nézzünk téged először, főleg, hogyha a telefonon nem szarna be. Ja, igen. A legegyszerűbb kérdés, apud mennyire volt tényező az, hogy te elkezdjél triatlonozni? Sokan azt gondolják, hogy mert anyának is ugye sportolói háttere van, ő is triatlonozott, és ugye apa is. És mindenki azt gondolja, hogy úristen, ez nálam kőbe volt itthon vésve, és hogy úristen, nem véletlenül lett mindenki itthon négyen triatlonosok. De ez teljesen véletlenül történt. Igazából én a nagyobbik öcsémmel, Marcival együtt kezdtünk el néptáncolni. És azt hisztük nagyon sokáig, nagyon profin. Aztán anyáik elvittek, hogy megtanuljunk úszni, de tudjátok, csak olyan miért miatt, hogy ne fulladjunk bele a vízbe, ha elmegyünk a Balatonra vagy a tengerre. Ez egy gyerekúszás volt akkor? Bocs. Igen, először csak úszás. Igen, hogy ne fulladjunk meg. Tök jó. És aztán nyilván volt egy Mikulás kupa, ahol lehetett nyerni kis érmet, meg Mikulás csokit, és akkor innen már csak igazából egy lépés volt a profi úszóklub, ahol ugye megint elkezdtünk versenyszerűen úszni és versenyezni, de mellette folyt a néptánc is, és aztán nyilván elérkeztünk egy olyan pontra, ahol dönteni kellett a kettő között, hiszen nem lehetett mind a kettőt csinálni, és végül a néptánctól búcsúztunk el, amit én néha, amikor így visszaemlékezek rá, nyilván sajnálok, de persze egyáltalán nem bántam meg. És mikor még mindig nagyon fiatalok voltunk, akkor anyáik elvittek minket egy ilyen akvatlon versenyre, ami ugye a triatlonnak egy ilyen alsportága, és csak simán beleszerettünk a sportba. Igazából mi nagyon sokáig nem is tudtuk, hogy apa meg anya triatlonozott, meg hogy apának és anyának milyen eredményei voltak. Nem tudtuk, hogy apának volt könyve, meg hogy milyen kupái vannak, mert ezek mind csak a garázsba voltak, elrejtve tök hátul is. Tök későn jöttünk rá a testvéreimmel, hogy amúgy ezek így vannak, és hogy apa kicsoda is volt, mert ez egyébként úgy történt, hogy többen oda jöttek hozzánk versenyek után, meg közben, meg előtt, hogy úristen, ő az apukád, és hogy mi az, tehát így elkezdtek róla mesélni, de mi nekünk gőzünk nem volt erről az egészről, szóval igazából semmilyen nyomás nem volt otthon emiatt arról, hogy most akkor mi tényleg fiatalmasak legyünk, sőt, ők inkább azt szorgalmazták volna, hogyha néptáncolunk, hogy valami esetlegesen könnyen utat választunk. Akkor nagyon nem nyújtatok mellé, nem? Nem. Szóval nem bántad meg, hogy a tánc helyett triatlon lett. Nem. Mondom, nyilván néha sajnálom, hogy abba hagytam, de hát nem lehet mindent egyszerre csinálni. Olyan szép volt az idő, amikor a beöltözhettünk, mint befonták a hajunkat, és tényleg imádtam táncolni, de egyáltalán nem bántam meg. Tehát sokkal jobban szeretek triatlonozni. Hát figyelj, a hajfonás most a triatlonon is elmegy, úgyhogy ott is lehet. Há, igen, egyébként igen, teljesen. Amikor megtudtad, hogy apukád tényleg ő a legkirályabb csávó itt a triatlonban, az milyen volt nektek? Vagy neked pontosabban? Amikor ez így tudatosult benned, hogy hú, apu azért oda tette magát rendesen, hogy nem csak egy sima hobby sportol, mint ugye az átlagunk, hanem hát, hogy tényleg komolyan ott van a toppon. Ez a mai napig egy picit furcsa, mert eleinte úgy éreztem, hogy sokan összehasonlítanak velem, meg hogy elvárások vannak, ami nyilvánvaló. Ja, ezt pont akartam is kérdezni, hogy így ilyen összehasonlítgatás ez van-e? Kintről van nyilvánvalóan, viszont amíg kicsi voltam, addig nehéz volt ezen magam túlteni, de úgy gondolom, hogy most már ezen sikerült felülkerekednem. Szerintem
fontos, hogy én magamat külön kezeljem apától, meg az ő sikereitől, hiszen igazából majdnem, hogy más sportágban versenyzek, én inkább ugye az olimpiai távon, ő meg ezen a nagyon hosszabban is volt, Még. szóval legalább Ugye ennyi az előnyem van. lesz hosszabb is, vagy még a rövidebb távok? Szeretnék, én már nagyon-nagyon régóta szeretnék, amikor úgy van, hogy ugye az Ironman-en, meg fél Ironman-en 18 éves kortól lehet indulni is. Amikor volt ez a nagy Covid, én már akkor akartam menni, de akkor nem voltak ugye versenyek nagyon, és akkor lettem ugye 18. És azóta meg nem nagyon fér bele, mert azért ez egy hosszabb táv, és nem erre készülök. Úgyhogy, és az olimpiai felkészülésemben nem fért volna bele. Viszont nagyon régóta van a listámon, és nagyon-nagyon szeretném csinálni már. Először egy pelet csak, de aztán meglátjuk. Nézzük, hogy az egyik legfontosabb dolog, ki az edződ? Apu, vagy valaki más Svájcban? Vagy itthon? Hát, úgy van, hogy igazából ez egy ilyen koprodukciós munka, ha lehet ilyet mondani, mert itthon, ugye apa kint van Svájcban, tehát ő annyira nem lát rá, vagyis hogy nyilvánvalóan ő is tudja, hogy mit edzek pontosan, meg ő is ad tanácsokat, de anya van itt helyen velem Magyarországon. Úgyhogy alapvetően ő vezényli így az edzésmunkát, de hát persze apa is Apu is nézi. látja a Training Peaks-edet. Igen. Mondjuk én egyébként nagyon béna vagyok az ilyen elektronikus dolgokban, tehát mindig a barátom segít, meg az öcsém az ilyenekben, szóval én csak megcsinálom az edzést, a többieknek kössék össze, amivel kell, mert ezekben nem vagyok túl jó. De igen, és úgy van, hogy nyilván itthon is nagyon sokat edzünk, viszont itthon nagyon nehézkes edzeni. Az utak miatt, mert nem nagyon tűrik meg a kerékpárosokat, de gondolom ezt nektek nem kell Nem, magyarázni. igen. Nem annyira szeretnek minket, úgyhogy nagyon nehéz itthon edzeni, nagyon sok időt is vesz igénybe, mert általában mi úgy szoktunk menni, hogy mondjuk jó, egy órát kiautózunk Bicske fele, vagy Szentendre fele, és akkor onnan kezdjük el az edzést, és általában úgy van, hogy anya szokott minket hátulról autóval kísérni. Tehát most egy bringás edzés, még hogyha 2 óra is, az akkor alsó hangon 4 órát vesz igénybe. Úgyhogy emiatt sokszor külföldön is edzünk, amikor mondjuk iskolai szünetek vannak, tehát nyáron. Igen, van, amikor ugye apához megyünk Zürichbe, és akkor ugye jön az egész család, vagy magaslatra, jön Svájcba. Vagy most például télen egy portugál csapathoz csatlakoztunk meleg égőben. Vagy legrosszabb esetben marad a görgő. Nagyon sokat görgőzünk nyáron is, ami biztonságosabb, nyilván nem? Biztonságos, igen, de hát nem egy nagyon izgalmas edzésmódszer, és hát nyilvánvalóan nem ér fel azzal, amit mondjuk a külső utakon tudnál elérni. Tehát, hogy oké, jó helyettesítése, de hát muszáj valamit edzeni kint is. Igen, én is úgy gondolom, hogy ugye nézegettem külföldi srácokat, és ők is, a profik is szinte görgön edzenek csak, és akkor nagyon kevés az utcai tekerés, de abszolút nem olyan az edzés munka szerintem. Hiába a watt, az kint is watt, meg bent is ugyanaz a watt, de szerintem lényeges a különbség, tehát mindenképpen kell kint edzeni. Igen. Akkor a szavaidból kivéve azért külföldön jobban szeretsz edzeni? Hát nyilván szeretek itthon is edzeni, mert szerintem Magyarországon az úszásnak nagyon jó alapjai vannak, és mi is egyébként egy úszóklubbal készülünk. Azért fogalmazok mindig többes számmal, mert az a testvéremmel nagyon együtt edzünk, és együtt mozgunk, sokszor együtt versenyzünk, együtt utazunk, szóval azért van így mindig a többes szám. De igen, kint sokkal egyszerűbb edzeni, azért jobbak az edzéskörülmények. Így, hogy nálatok mindenki triatlonozik. Van más dolog is, amiről beszélgettek, vagy tényleg csak a triatlonról szól az egész család? Igen, sokat beszélgettünk másról is, egyébként rengeteg más sportot is nézünk. És hát sok, mivel hogy nagyon sokan vagyunk, sok felé járunk, sok minden történik velünk, úgyhogy mindig van téma otthon. Most éppen ezen a héten érettségizett az öcsém, úgyhogy ez ezen a héten például ez volt, ami nagyon középpontban volt. Márti, tavaly szezonról mesélj egy kicsit, légy szíves, hogy az hogy alakult, hogy sikerült, eredményekről esetleg, hogyha lehet tudni valamit. Uh-huh. Hát a tavalyi eredményekről biztosan tudunk már valamit. Szerintem lehet, hogy van nem publikus.
Szerintem a tavalyi szezonom talán az egyik legjobb szezonom volt, hanem a legjobb, így a pályafutás, eddigi pályafutásom során. Sok szép eredményem született, annak ellenére, hogy első éves felnőtt voltam, vagy első éves igazából 23, de hogy a felnőttbe felversenyeztem. És általában nehéz szokott lenni a juniorból, tehát az utánpótlás korosztályból az ugrás az 23-ba, vagyis a felnőttbe. És én viszont nagyon élveztem. Mindenki ezzel riogatott már évek óta, hogy úristen, milyen nehéz lesz, és hogy nem fog tetszeni. Én imádok felnőttbe versenyezni, tehát hogy tényleg szerintem sokkal jobb és felszabadító érzés. Nehezebb különben? Bocs, nehezebb ez a korosztály? Nyilván nehezebb, sokkal óriási különbség van a junior, amit az utánpótlás meg az elit között, így tudásban is, technikailag is, hát meg leadott teljesítményben is. De hát másképp is alakulnak a versenyek. És mit akartam ebből az egészből kihozni? Mindegy, az lényeg, hogy jobban szeretek tényleg elitből versenyezni, és hogy nagyon szép eredményem voltak, ja igen. Nagyon sok világkupán szerepeltem, és próbáltam nyilván a legtöbb pontot szerezni, egy kiussak a Párizsi olimpiára, ehhez ugye világkupák kellettek, hogy minél előrébb végezzek, és szerintem ezekre egyébként általában egyedül utaztam el, és szerintem jól vettem az akadályokat, és készen állok ebben az idei szezonban még többet tanulni, ugrani, és igen, az akadályokat még magasabbról megugrani. És hogy sikerült a kvóta különben? Ott arról mit lehet tudni? Hát úgy van, hogy én most jelenleg sérült vagyok, el van törve a lábam. Oh. Úgyhogy ez egy elég kényes, és talán szomorú kérdés is, mert 6 hete, vagy 7 hete, már nem is tudom pontosan, eltörtem a lábfejemet, kigurult elém egy focilabda, úgy volt, hogy atlétika pályán futottam, és kirúgtak elém egy labdát, és amikor azt megkerültem, akkor kiléptem oldalra, és rosszul léptem. És szerencsére az úszás, meg a kerékpározás, ezt tudom azóta végigcsinálni, viszont a futás az még egyelőre nem. Kitöltöttem persze a normális edzés óraszámomat, tehát ugyanannyit edzek, mint előtte, de nem tudok futni. Most holnap megyek majd vissza orvoshoz, és nagyon remélem, mert már semmi fájdalmam nincsen, tehát sok mindent tudok, igazából mindent tudok csinálni fájdalom nélkül, úgyhogy remélem, hogy holnap végre azt mondják, hogy össze van forva. És na, szóval ez volt a kérdésnek vagy a válaszomnak a felvezetése, és hogy hol sikerült ugye a kvótaszerzés. Úgy van, hogy ugye a váltóval szerettem volna kijutni, mert vagyis hát eleinte nyilván egyéniben, viszont én nagyon-nagyon későn kezdtem a többiekhez képest a pontszerzés, mert nálunk egy ilyen pontgyűjtőrendszer van, és ennek az a lényege, hogy minél többet nyilván nem ez a lényege, de hogy minél több versenyen részt vegyél, és ezáltal minél több pontot szerez, és így tudsz feljebb jutni a ranglistán. És mivel én nagyon fiatal vagyok, igazából majdnem az egyik legfiatalabb, hanem a legfiatalabb, aki ezzel próbálkozott, ezért én tök nagy hátrányban voltam, mert nem is tudtam volna elkezdeni korábban, úgyhogy így az utolsó évre, tehát idén már úgy álltam neki a felkészülésemnek, hogy akkor a mixváltóra szeretnék fókuszálni. És így is csináltam mindent, nagyon jó formában is voltam, nagyon jól sikerült a felkészülésem, az edzőtáborom, és akkor elmentünk Új-Zélandra. Ez volt szerintem az, amiről olvastál a szövetségnek a Facebook oldalán, ahol a váltóval 6. lettünk, és itt kellett volna megalapoznunk a kijutásunkat. Nem sikerült úgy ez a verseny a váltónk számára, hogy ez még pontszerző, vagyis hogy bejutó helyet jelentsen az olimpiára, de utána 2 hétre rá lett volna Abu Dhabiban egy következő verseny, ahol még kijuthattunk volna, vagy kijutó helyre tehettük volna a váltót, viszont mit nem ad Isten, a sivatagban elkezd esni az eső, és eltörlik az egész versenyt, úgyhogy lefújták a pontszerzés lehetőségét, így lezárták a listát is, és igazából nem a pontszerző, tehát hogy nem a kijutó helyeken maradtunk. Na most, itt válik egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Hazajöttem, nyilván szomorú voltam, mert tudtam, hogy megérdemeljük, mert tényleg a világ szerintem egyik legerősebb váltója a magyar váltó,
csak nagyon szerencsétlenül alakultak a versenyek, hogy többet eltöröltek, volt, ami dugatlan volt, ugye az nem túl jó, mert nálunk mindenki úszás erősségű, és az a lényeg, hogy most még van egy esélye a magyar váltónak, annyi a gond, hogy én ugye le vagyok sérülve, így én nem fogok tudni ezzel részt venni. Ez következő héten van Mexikóba, és hogyha ott első kettő helyezettek, vagy első vagy második helyek leszünk, akkor egy ilyen pótselejtező keretein belül kijuthat a magyar váltó. Na most, nyilván, hogy én nem tudok majd ott részt venni, ez nagyon elszomorít, és először nagyon-nagyon elkeseredett voltam így az első hetekben, hogy hát most akkor mit fogok csinálni, stb. Stb. Mármint így a sérülésem alatt, viszont én úgy vagyok vele, hogy ameddig Párizsban el nem dörtül a startpisztolya, addig én nem adom fel, és minden reggel úgy kelek fel, hogy készülök, csinálom a dolgom, nekiállok, és hát bízom a legjobbakban, hogy lesz még valahol esélyem bebizonyítani azt, hogy már pedig igenis a váltóba való vagyok. Márti, hadd kérdezze gyorsan bele, mondjuk ez tipikus, ez az utolsó mondat, ez mint hogy apudat hallottuk volna, szerintem ez az ő habitusa, és ez, szerintem ez tök jó, hogy fiatalon már így állsz hozzá a sporthoz, az élethez, mert szerintem máshogy nem is lehet. Én arra vagyok kíváncsi, hogyha esetleg lesz pótselejtező, akkor, és te mondjuk rendben vagy, téged visszarakhatnak még a mixváltó, vagy azt mondják, hogy az olvasolod az ember az egyik legjobban viseled a sportnak minden csinyet, bínyát, lettél terhelni, hogy akkor téged vissza fognak rakni a váltóba, a kerettag leszel, vagy pedig azt is megint be kell dolgoznod magad? Vagy annyira jó szerinted, hogy neked már pedig ott a helyed? Hát szerintem ezelőtt nem sokan vitatták a helyemet a váltóban. Szerintem sok helyen sikerült bizonyítanom. Nyilvánvalóan így is én voltam mindig a leggyengébb tagja a váltónak, mert, mint ahogy mondtam, annyira erősek voltak nálunk a többiek, tényleg egy zseniális váltót sikerült nekünk többször összerakni, és én voltam a kis zöld fölű, a kis fiatal, és mindig persze vigyáztak rám, mert próbáltak segíteni. Szóval, amit mondani akarok, hogy nyilván ezután egy sérülés mindent felülír egy ilyen helyzetben, amikor ekkora a tét. De szerintem pont amiatt, hogy a múltban több szép, és igazából nem nagyon hibáztam ezeken a váltóversenyeken, ugye abba bízom, hogy igen, kaphatok valahogy lehetőséget ezt bebizonyítani, hogy tényleg oda való vagyok. Valami, nem is tudom hogyan, de hogy én ebbe bízom, hogy ezt látják majd. Neked a neved az hátrányt, vagy előnyt jelent? Hogy vannak-e elvárások az, hogy te a Péternek vagy a lánya, akkor fú, akkor te biztos jól nyomod, azt, hogyha esetleg valami nem jön össze, akkor meg jön a csalódás. Mondom, amíg Hogy éltél te kisebb. ebből meg negatívumot, vagy esetleg pozitívumot? Szerintem inkább negatív oldala van egyébként. Én sokan azt mondanák, hogy hát akkor nem tudom, ha ilyen nagy neved van, akkor ez milyen előnyös. Én inkább a negatív oldalát látom, mert mindenhol, például egyetemen is a tanáraim, amikor mondják, hogy úristen, akkor ismerem apukádat, mert mit tudom, mondjuk egy városban öttek fel, volt ilyen, akkor olyan kisebb nyomást érzek magam, hogy hát akkor teljesíteni kell, mert milyen gáz, hogyha nem. De most már ezt kezdem mondom magamról levetkőzni, és tényleg próbálok ezen túllépni, hogy nem, én egy teljesen másik ember vagyok, és tényleg magamra fókuszálok, és minél jobbat akarok teljesíteni. Igazából önmotiváció nélkül szerintem ezeket nem is nagyon lehet csinálni. Elmondanád itt a nézőink, hallgatóinknak, hogy milyen egy napod, hogy hogyan kell elképzelni a te napodat? Mondjuk, amikor nem hétvége van, mondjuk suli, vagy munka, vagy edzés. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem ilyet még soha senki nem tett fel nekem. De ezért tettük föl. Igen. Általában úgy van, hogy 5-kor kelek, és akkor gyorsan megregelizünk a tesóimmal, és utána... Várjál, haló, bocsi, mi a reggeli? Ez fontos. Hát általában. Igen, minden apró csinyát, binyát szeretnénk tudni. Mindent, mert van a fiatal hallgatók, és hát én remélem, hogy nem nutellás kenyér, nutellás kenyér. Nem. Most nagy kedvenc itthon a rizskás, dobkása. Az öcsém ezekben egyébként nagyon profi, ő nagyon-nagyon tud mindenfélét csinálni, mindenféle gyümölcsel, mindenféle ízesítéssel, nagyon finomak,
és tök egészségesek is. Szóval általában Adaptását kell reggeliznünk, rizskás, igen. Jó, ezt tudjuk, valamikor értjük. műzli, igen, és akkor utána levezetünk az uszodába, mindig hallgatunk közben kis zenét, meg hangolódunk az edzésre, aztán megérkezünk azt az milyen uszodába. Zene van, Márti? Milyen zenét hallgattok? Nálunk a családban mindenki rap és hip-hop-rajongó, úgyhogy általában igen, úgyhogy már reggel, korán reggel kellettük a hangulatot. Ennyi, végre valaki normál zenét hallgat. Igen? Igen, igen. aztán ugye megérkezünk az usziba. Általában 6-tól 7.38-ig van úszóedzésünk, és akkor utána szerencsére konkrétan mindenki máshova, egyetemre vagy gimnáziumba megy, még a kicsik ők általános iskolába járnak, ők majd jövőre mennek kimibe, és mindenki elindul a saját maga útján, suliba be, aztán délután pedig van mindig egy második, illetve a harmadik edzés. Minden reggel van úszóedzésetek? Igen, igen. Hát kivéve vasárnap. Amit bepótolunk, Krisztián. Nekem heti kettő van, azt is utálom. Igen? Bocs. Én az a baj, én már túlságosan hozzászoktam ez a koránkeléshez. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de most már... A koránkeléssel nincs bajom, mert én 4.40-kor kelek minden nap, úgyhogy van nincs gond. De minden nap lemenni úszni, az... Azt nem szeretnék. Hát az a legnehezebb, ebben megjegyeztünk mind a négyen, hogy a legnehezebb része igazából a reggeli úszóedzéseknek az a beugrás, mikor be kell ugrani azokba a hideg vizekbe. Én tényleg mindig 3 percet állok ott, és könyörögök magamnak, hogy jó, most, és ja, szóval az egy kis idő, aztán nyilván az első pár száz méter az hideg és fázós. De már te azt mondd meg, nem unjátok, most komolyan... Mi egy elég független, meg elég nyílt csatorna vagyok. Mondd azt, hogy van olyan, amikor utálod, hogy mit tudom én, 400 gyors izomból, tekivel, stb. Mondd, hogy néha azért már tele van a tudatod vele, hogy már megint. Vagy nem? Hát most annak ellenére, hogy sérült voltam, vagyok, nem tudom, nagyon remélem, hogy csak voltam. Egy napi kétszer jártál az úszodába. Igen, többet jártam az úszóban nyilván, meg többet görgőztem, és annak ellenére mondom, hogy sérült vagyok, azt hittem, hogy nehezebb lesz, meg tudjátok, ilyenkor kilátástalan, tehát nincs a következő verseny, meg ugye most nincs meg, hogy akkor úristen, akkor erre készülök. És akkor nem tudom, már csak 52 nap van hátra. Akkor ez most olyan, mint a Covid alatt, nem? Hogy nem volt mire készülni, csak úgy igen, edzegetett igen, az ember, tingli-tangli. Igen, és mégis valahogy... teljesen motivált tudtam maradni végig, aminek nagyon örülök. Nem tudom, hogy mint ahogy mondtam, szerintem, hogyha ez nem jön belülről, kívülről ezt nem lehet motiválni, vagy segíteni. Úgyhogy nyilván vannak napok, amikor nehezebb lemenni, meg fáradtabb vagyok, és kevesebb kedvem van hozzá, de olyankor mindig az olyan szép emlékek motiválnak, amikor mondjuk az öcsémmel együtt lettünk világbajnokok, meg nyilván az, hogy megismerjek újabb kultúrákat, legyenek újabb barátaim, és igazából őszintén én nem nagyon tudnám elképzelni az életemet triatlon és edzések nélkül, tehát én már abban a 2 hétben, amikor nem tudok edzeni, mert szünetem van, mármint, hogy így az év végi, tehát a szezon végén van egy pár hét szünet, én már akkor megőrülök, tehát nem tudom, mit csinálni az időm, már most is nagyon nehéz volt magam lekötni így az első hetekben, amíg csak az első héten csak feküdni tudtam, addig nehéz volt magamat lekötni, de szerencsére anyáik kitaláltak ilyen dolgokat, meg minden, szóval én nagyon szeretem igazából ezt az egészet, és teljesen tudnám nélkül elképzelni az életet, és még nem tudom, hogy mit fog csinálni, hogyha majd egyszer abba kell. Na akkor most hát tudjuk, hogy reggel van az úszás, megvan, hogy mit reggeliztek, suli, minden, mi az ebéd? Rántott hús. Változó, nem. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a cézár salátát, és nagyon sokszor eszek azt ebédre. Imádom a cézár salátát. Van, hogy eszek hozzá mondjuk egy kis tortillát, hogy legyen még egy kis kalória benne az ebédben, hiszen abban nem tudnám nagyon megcsinálni így a délutáni edzéseket, hogy csak egy ilyen teljesen sima saláta lenne. De persze van, amikor... Ez akkor van, amikor mondjuk bent vagyok iskolába sokáig, vagy viszonylag sokáig, és bent kell lennem, viszont ha hazajövök, akkor mindig a anya vagy a barátom főz, a barátom zseniálisan főz. Úgyhogy meg nagyon egészséges. Ő triatlonozik?
Ő nem, ő kosaras volt, és most mérnök Wow. informatika hallgató. Úgyhogy ő nem triatlonozik, ő teljesen az ellentéte, én mindig egy kis kockának hívom, de volt már triatlon versenyen. Nagyon helyes, majd csak megmérgezed. Figyú, és a vacsi az hogy működik Várjál, nálatok, még mikor? mondta délután edzés. Tehát jó, Cézár, Ja, hát várjál, ez az. felírom, Cézár, Ott mi stb. van? Délután mi mit tudtok edzeni? Ugye bicó vagy futás, nem? Igen, úgy szokott lenni, hogy hát most egy Bringa és olyan nap. utána ráfutás, Krisztián. Van ilyen, ez pont tegnap volt a húgomnak ilyen edzés, hogy bringa és utána ráfutás, és sajnos még nem tudtam csatlakozni, de remélem a kövire. Szóval ez azért attól függ, hogy milyen nap van, meg hogy lesz-e verseny, stb. Meg igazából itthon, amikor itthon vagyunk, kicsivel kevesebbet tudunk edzeni, mint amikor külföldön vagyunk, pont amiatt, mert ugye rengeteget kell kiutazni az autóval, hogy el tudjuk kezdeni az edzésünket. Szóval ilyenkor általában délután van egy, vagy mondjuk atlétika pályán, vagy mondjuk a szigeten egy erős futásunk van, amik nem tudom, ilyen 15 plusz kilométeresek mondjuk összesen, mármint nem az erős része, hanem így az egész. Vagy egy hosszú kerékpáros edzés, esetleg benne résztávokkal, egy kis ráfutással. Szóval igen, igazából általában így az úszás, és vagy a futás és a kerékpár szokott így ötvözve lenni. És amikor meg edzőtábor vagyunk, ez mindig tök más, mert akkor nagyon változatosak a napok. Van, amikor ugye kerékpárral kezdünk, és mondjuk úszással fejezzük be, hogy az úszással levezessük így a napban a rengeteg edzésmunkát, amit beraktunk, és akkor tudjátok, így kirázzuk a lábunkat. Én egyébként ezt különösen szeretem, amikor az úszás van hátulra téve. Ezt sajnos itthon nem nagyon tudjuk csinálni, mert hogy délutánra kell az idő, hogy legyen társ vagy kerékpár. Úgyhogy igazából így kicsit bonyolult egyébként. Én pont azért is szeretem a triatlon, mert hogy nem monoton és mindig változatos, hogy éppen mit csinálunk, mit edzünk, hogyan, hol. Még én meglestem a honlapodat, ugye Ezt a van egy barátom csinálta. nagyon, figyelj, Nagyon az jó, nagyon a klassz. homokóra helyett a kis úszó karakter, az nagyon Ja, jó. meg tök jó az egész, ugye azért látszik rajtad, hogy te tényleg nagyon-nagyon komolyan gondolsz az egészet, úgyhogy majd a Tomi lesz olyan szíves, aztán kirakja ide a leírás, vagy hogy szoktattam mindig mondani, hogy nézzétek meg, mert tényleg tök jó, meg szerintem hogy sok mindent meg lehet tudni rólad, hogy azért ott komoly célok vannak, meg tényleg szerintem egy jó kis oldal. Aztán Ja, meg hát, hogyha a többi fiatalnak is megtetszik, és bejönnek a hát triatlonba. biztos, hogy motivációnak, ezt szerintem ez tök jó, hogy fiatalon te már nagyon sok mindent elértél. Szóval azért nem mindenki mondhatja el magáról, hogy Igen, de azért sok minden van még, amit nem, tehát hogy nagyon-nagyon hosszú még a lista. jó, de még szerintem 20 éves se vagy, igaz? Most már 21 vagyok, igen. Na jó. Jó, hát akkor még azért ott De a haló. triatlonban az tényleg nagyon fiatal. Hát effektív, most időzőjelben te még kölök vagy, mondjuk így, nem? Hogy te még azért, még Ugye az elején. Amerikában most kezdhetnék el alkoholt fogyasztani. Idéntől. De szerencsére nem Ez. Amerikában vagyunk. Igen, mondjuk én nem iszom alkoholt, én még sose ittam, mert nem nagyon szeretem se az ízét, se az illatát, úgyhogy ez nem olyan releváns szerencsére. Majd megszereted. Gyönyörű. Persze, majd az egyetem. Na szóval, megvoltunk a délutáni cumon, mentek haza, gondolom. Ki Nyugdát főz, ismét. barátod vagy anyu? Hát általában vacsira azért hideget szoktunk enni, nem tudom, ilyenkor megint valami wrapet szoktunk csinálni, vagy esetleg megint valami zabkását, vagy gyümölcstálakat szoktam még vacsorázni. Általában vacsira egyébként már nem nagyon szoktam éhes lenni, ami furi, de akkor mindig ilyen kisebb adagokat szoktam vacsizni. És van időd a barátaidra? Buli, mozi, ilyenekre? Vagy minden csak az edzés? Minimálisan, minimálisan. Mert hát ugye alapvetően már eleve az élsport nagyon sok időt vesz el, viszont én nappalin vagyok egyetemen is, úgyhogy azért ezt a kettőt így egymás mellett nehéz, és jó időbeosztást igényel, de szerintem sikerült köztem megtalálnom így az arany középutat, de hát nyilván a szociális élet egy kicsit háttérbe szorul. És az egyetemen mennyire tolerálják azt, hogy te
És sportoló vagy, mondjuk úgy, hogy hát effektív profi sportoló vagy, hogy ezben van kedvezmény, mondjuk vizsgáknál. Igen. Szerencsére nagyon toleráns egyetemen vagyok ilyen szempontból, mert van élsportolói mentőprogramjuk, és sokat dolgoznak azon, hogy flexibilissé tegyék így az élsportolóiknak az egyetemet. Ez abból áll, hogy igazából konkrétan bármennyit hiányozhatok, annyi a lényeg, hogy bepótoljam az anyagokat, és igazából ugyanazt le kell teljesítenem, mint a többieknek, tehát ugyanúgy megvan ugyanaz a vizsga, a ZH, bármilyen felelés, tehát mindent meg kell csinálni, mint a többieknek, viszont nekem jó időpontban. Tehát, hogyha mondjuk egy hónapig edzőtáborban vagyok, akkor nem fogják azt mondani, hogy megnyugtatnak azért, mert nem voltam itthon, hanem azt mondják, hogy jó, hát, ha hazajöttél, akkor kérlek szépen gyere be, és akkor külön lefelejtetlek mindenkitől. Szóval ebben nagyon sokat segít nekem így az egyetem, miért nagyon-nagyon hálás vagyok. Igazából enélkül nem nagyon tudnám összeegyeztetni a kettőt. Na, ez tök jó különben, mert Na, én azért nagyon jól hallok. választottam, úgy gondolom. Hát Először, ez nagyon amikor... smart volt, ugye? Meg ugye Aha. azért mindenről lehet hallani itthon Magyarországon, hogy ilyen oktatás van, oktatás, ebben is menjünk nagyon bele, de akkor ez tényleg jó fejesség a rektortól, hogy meg a dékántól, vagy ha jól tudom, így mondják, hogy ennyire engedik, mert neked effektív kétfajta karriered is van, ami ott van a suliba, gondolom, mert biztos, hogy van, ami más is érdekel, vagy tanulni szeretsz, meg hát ott van a triatlon, amiből, hát igen, szerintem az lehet, hogy az lesz a fő csapás irányod, nem, hogyha nagyon beindul, akkor maradsz a triatlonnál. És hát mi sokan reméljük. Igen. Úgy van, hogy egyébként most közgazdaságot tanulok, tehát majd gazdasági diplomám lesz, és ezt igazából azért csinálom, mert szerintem nem lehet egyáltalán egy lapra feltenni mindent egy sportoló életében, hiszen eleve nem tudjuk ugye életünk végéig a sportot űzni, úgyhogy abból meg lehessen élni, főleg itthon nem, kívül talán, hogyha focista vagy. Ez kemény volt, ezt adom, ez jó volt, de teljesen igazad van. Vagy esetleg, ha valami tau sportot űzöl, de szerintem triatlonban ez nem nagyon lehetséges. Amit igazából ezzel mondani akartam, hogy ezért tanulok. Amit még mondani akartam, hogy ugye bármikor jöhet egy sérülés is, mint ahogy most nekem, a saját bőrömön most már másodjára tapasztalom meg. És szóval bármikor vége lehet így a karrierednek, és szerintem nagyon fontos, hogy több lábon tudjunk állni. És ha befejezem a sportolói karrieremet, majd sokára remélem, akkor mindenképpen szeretnék normális munkával elhelyezkedni, viszont ettől függetlenül közel maradni a sporthoz. Még nem tudom pontosan, hogy hogyan, de szeretnék majd mesterdiplomát csinálni, és akkor már azt úgy nézném ki magamnak, hogy az már ilyen a sport és a gazdaságnak az ötvözete legyen. Most már tudjuk, hogy hogy néz ki egy átlagos edzős napod. Hogy néz ki egy olyan napod, amikor mondjuk külföldön vagy verseny előtt? Nagyon izgulós vagy? Nagyon-nagyon sokáig az voltam, de olyan, aki leblokkolt, meg verseny után már volt, hogy úgy jött ki rajtam az egész stressz, hogy migrénem lett, meg voltak durva állapotaim versenyek előtt, meg után, viszont ezt így a tavalyi év során már sikerült teljesen levetkőzni. Nyilván nem teljesen, mert szerintem az izgulásként egy darabig jó, hogyha van, meg hogyha tudjuk kezelni. És szerintem most már ez nálam átcsapott egy olyan versenyzés iránti vágyba, hogy nem félek a versenyzéstől, meg nem izgulok, hanem már várom, hogy elindulhassak. Főleg most annyira ki vagyok már éhezve a következő versenyemre, hogy nem nagyon lesz időm ott előtte izgulni, de egyébként igen, nagyon izgulós voltam nagyon sokáig, és sok idő volt ezt levetkőzni, de szerencsére sikerült. És az hogy néz ki különben mondjuk egy kiutazás, hogy ez gondolom, hogyha egyedül kell utaznod, akkor ennek ezt nagyon gyorsan meg kell tanulni, hogy mit hogyan pakolsz el, mit nem szabad otthon hagynod, stb. Ezt hogy próbáltad, vagy ki segített ebben? Volt-e, aki ebben segített? Hú, hát ugyanúgy nálunk anya szokta szervezni nekem is, meg a többieknek is az utakat, tehát a repülőjegyeket megnézni, hogy melyik a legjobb lehetőség, leggyorsabb, viszont a legjobban megérős, tehát hogy nem túl drága,
zseniális ebben, tehát konkrétan egy itthoni utazási iroda, akkor megkeresi a tökéletes megoldást a szállás terén, keres transfer, szóval ezeket így ő szokta intézni, és aztán ugye, ha megveszünk a jegyeket, megcsináljuk a vízumokat, azok nagyon fontosak, azokat is mindig anya szokta csinálni, szóval mondom, ilyen komplett utazási iroda van itt nálunk, itt van így versenyek előtt. Bepakolásnál általában ugye nehézkes, hiszen el kell vinni a kerékpárt, ami bonyolult olyan szempontból, hogy egyébként ugye a légitársaságok nem nagyon fogadják el, meg mindig máshogy, szóval ott mindig megy a most kell-e pluszot fizetni, vagy nem kell, vagy elviszik, izét, tehát ugye az mindig lutri, mert anya egyébként ezeknek nagyon jól mindig utána olvas, és akkor mindig megpróbáljuk megkeresni azt a légitársaságot, akiben már tudjuk, hogy ő elviszi, és nem számít fel pluszdíja, stb. Stb. Na mindegy, amit mondani akarok, hogy nehéz bepakolni, hiszen a bringának, meg a bringás bőrönnek már eleve egy tök nagy súlya van, és nagyon sok minden kell ugye a triatlonhoz, tehát hogyha csak azt nézzük, hogy magához a versenyhez mi kell, ugye a neoprén, a rengetegféle, a biciklis cipő, a futócipő, versenycipő, szóval, hogy nagyon-nagyon sok minden van, amit így be kell pakolni, tényleg vannak, amit nem is gondolunk, tehát zselé, izotóniás ital, például Kínában én mindig magammal viszek, mi konkrétan mindenféle kaját, mert hogy ott nem nagyon lehet tenni igazából semmit a sportolóknak. Szóval miután bepakoltunk, akkor utána nyilván elindul az út, általában egyedül utazom a legnagyobb többségében, már 18 évesen megjártam például Japánt egyedül, vagy Chilét, ami így nyilván egy kicsit furcsa volt, meg talán veszélyes is, de szerintem nagyon jól feltaláltam magam, mert nyilván nagyon-nagyon aggódott értem, de szerintem ezeket az akadályokat jól vettem, és nyilván nem túl szerencsés ennyi idősen egyedül utazni, meg főleg nem egyedül versenyezni, az azért nagy hátrányt jelent, de mindig vannak kint rengeteg barátom, mármint ugye versenytársam, és akkor velük tudjátok, kipróbálunk. Sokszor együtt lakunk, és akkor együtt főzünk, együtt edzünk kint verseny alatt, és akkor általában ugye jó is így a hangulat, meg akkor tudunk együtt hangolódni. Ezzel mindig nagyon sokat ad hozzá így a verseny helyzethez. Aztán nem is tudom, mit meséljek még. Hát vannak-e általában... esetleg babonáid? Kabala figura, ilyesmi? Nem nagyon van igazából. Most gondolkozom. Annyi, hogy nem tudom, hogy mennyire számít ide, de amikor a bringás cipőt felgumizzuk, nem tudom, hogy tudjátok el. Tudjuk. Igen, szóval felgumizzuk, hogy egy helyben maradjon. Én mindig sárgát választok, hogy felgumizzam. Befőttes gumit, nem tudom, hogy miért, mindig azt választok. Szerintem ezen kívül nem nagyon van. Én nem vagyok babonás, sőt, igazából van, amikor, hogyha a 13-as számom a rajthelyereknél szabadon van, akkor direkt odaállok. Próbálom ezeket így elkerülni, hogy ne legyek babonás. Márta, amikor én még kölőként fociztam, én 13-asban fociztam. És nekem mindig szerencsét hozott. Én védő voltam, tök mindegy, de szerintem a 13-as egy jó szám. Ha, látjátok? A másik, nekem a babonám, én egyszer valami műsor mondtam, nekem pizzasör minden hosszú verseny előtt. Gondolom, nálad nem játszik ez, de nálam minden hosszú verseny előtt pizzasör van. Aha, nekem ezzel most eszembe jutottál még valami. Mindenképpen próbálok enni verseny előtti nap valamilyen halat, mert úgy gondolom, hogy ha eszek valami halat, akkor gyorsabban fogok küzdni. Jó, vég az adásnak. Köszönjük, hát Márti. Akkor én ezt buktam. És a cápát leszel. Ez mennyire jó halat. Ez nagyon jó. Figyelj, apu, levágunk egy cápát, mert a hónap úszok. Nem. Az ilyen állatokat sose szeretem bántani, mert én úgy vagyok vele, hogy amíg én nem bántom őket, addig ők se tudnak engem visszabántani. Ezt értettem, mi a logikát benne? Ja, persze. Nem eszünk nem cápát, akkor Dél-Amerikában nem fog cápa megtámadni. Jó, oké. Tovább, igen? Hát meg remélhetőleg Ausztráliában. Úgy volt, hogy egyébként mielőtt eltörtem a lábamat, hogy a következő versenyem Ausztráliában lesz, és már négy héttel előtte már így nézegettem a cikkeket, meg a videókat, hogy milyen állatok, mert ugye mindenki tudja, hogy milyen állatok vannak Ausztráliában, konkrétan csak a levegő nem mérgező, úgyhogy már megtanultam mindent.
van, és amit el kéne kerülni. Ott azért az hogy tényleg veszélyes egy hely, nekem tesón volt egyszer-kétszer Ausztráliában, és ott egy farmon úgy fogadták, hogy azért nézem be az ágya alá, mert hogyha van kígyó, akkor szóljon. Érted? Annyira durva a hely. De tényleg ott csak a levegő nem mérgező, ez így van különben. Tudom. És az a baj, én sokféle állattól félek. Főleg a kígyóktól. Meg nyilván a cápákat sem szeretem annyira, de a kígyóktól nagyon-nagyon-nagyon kivagyok. Úgyhogy igen, már lelkiekben nagyon készültem rá, hogy átadtam majd Ausztrália, meg hogy akkor életem leggyorsabb mosdószásait fogom produkálni, mert hogy félek majd, de azok a videók is terjengenek az interneten, hogy nem lehet leülni, mert jönnek a kígyók. Úgyhogy igen, de ezeket a történet, meg a cipőket nem szabad kint hagyni, mert van benne egy ekkora fog. Meg skorpió. Igen, ezeket én is mostan. Az de kérdezzétek el nekem ezzel a témával kapcsolatban, nekem egyszer anya mesélte, hogy volt Cancúnban, Mexikóban, világbajnokságon, és hogy akkor nagyon átlátszó volt a víz, tehát teljesen el lehetett látni így a víz aljára, és hogy azt látta, hogy minden egyes bójánál ültek ilyen búvárok, rohadt nagy szigonypuskákkal, hogyha esetleg jön a cápa, akkor ők le tudják lőni. Na most ez milyen jó érzés lehetett, nem? Szerintem mindenki élete leggyorsabb búszását produkálta. De valahol szerintem ez tök jó biztonságot ad, nem? Mert nézzen, ott van Julio, a kis figonypuskája. Aha, most nekem személy szerint az tök biztonság érzetet ad, hogy jön egy bármilyen olyan állat, aki szeretne engem megkóstolni, ott van egy kis ember, aztán az lövöldöz. Nem, hát nyilván, szerintem ez tök jó. Tudod, az a, igen, csak tudod, már az a annak a lehetősége, hogy lesz, és hogy ők erre készülnek, már az olyan azért. Na mondjuk jó, persze, én sem nagyon túl happy, hogyha valami nagyobb dologgal találkoznék, ami én vagyok, főleg a tengerben. De akkor neked elvileg, hogyha jól veszem ki a szavaidból, te nagyon gyorsan lettél felnőtt ilyen szinten, nem? Hogy ez a külföldi utazások, akkor a logisztika, jó, ott volt anyu, segít neked, de elvileg akkor nagyon gyorsan fel is nőttél ezáltal, nem? Meg a, ugye, hogy sokat jártak külföldre. Igen. Ez tényleg így van, és szerintem nagyon sokat tett hozzá így a... Mert nagyon találékonynak gondolom magam, és szerintem nagyon gyorsan oldok meg ennek köszönhetően különböző problémákat, hiszen bármivel felhívom anyát Chiléből, az nem nagyon fog tudni segíteni konkrétan sehogyan, meg hát nyilván ahhoz szerintem kell egyfajta, nem tudom, bátorság, hogy felvigy egy gépre, és egyet elutaz mondjuk Dél-Amerikába. És mondom, 18 éves voltam, amikor az első ilyen utaimat megcsináltam, úgyhogy mondta anya, hogy ő bárhova utaztam, ő is átállt arra az időzónára, mert hogy mindig annyira aggódott értem, hogy egész, amikor neki itthon éjjel volt, akkor ő végigcsetelt velem, meg telefonáltunk, meg minden, hogy aggódott értem, és hogy ezért átállt arra az időzónára, mint ami én voltam. 5 év múlva hol látod magad? Uh-huh. Milyen tervek vannak? Los Angelesben. Nem jutott szeretnél élni? Nem, az olimpia miatt. Ja. Szerintem nagyon nehéz 5 évre előre gondolni pont amiatt, mert most tehát hogy az én sérülésem is pikpak egy pillanatról a másikra jött. Szóval nagyon-nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, ezért próbálok tényleg úgy, hogy talán a legkielégítőbb legyen a hallgatóknak, meg nektek is. Azért mondtam Los Angeles-t, mert nyilvánvalóan minden egyes embernek, minden egyes sportolónak a fő célja az olimpia, és ezzel együtt nekem is. De persze nem csak ez egy verseny létezik, tehát oké, ez a legnagyobb, de ezen kívül van rengeteg más óriási verseny is, ahol lehet eredményt elérni, és lehet bizonyítani. Úgyhogy ha sikerül, ha nem, a Párizsi olimpia nem szeretnék összetörni, hiszen nagyon fiatal vagyok, nagyon sok időm van még, és akkor nyilván Los Angelesre fókuszálnék, és akkor az évek során minden évben kitűznék magamnak kisebb pontokat, miket el szeretnék érni. Most ezt nem feltétlenül egyébként verseny vagy eredményben akarom megfogalmazni. Nyilván lennének főversenyeim, de hogy alapvetően nem is muszáj, hogy a sporthoz közel legyen. Mármint például úgy értem, hogy mondjuk a diplomámat megszerezni, utána a mesterdiplomát, szóval, hogy ez mind meg eljönne még az 5 év előtt. Aztán meglátjuk igazából, igen, hogy Los Angeles-ben mi lesz, hogy ott milyen eredményt tudok elérni.
Igazából mindenképpen, én már nagyon várom, és nagyon-nagyon szeretnék tényleg a világkupákon. Először úgyis majd a top 6 fog jönni, aztán pedig a top, vagyis hogy nagyon remélem, hogy majd a dobogó is, és ezért fogok minden nap küzdeni majd. Kívánjuk neked, hogy ezek összejöjjenek. Köszönöm. Remélem, hogy így jó volt a válasz, de ezt olyan, erre olyan nehéz válaszolni. Ja, kérdéseket általában én írom össze, de... Krisztián kell szídni a kérdésekért. Mindig állom csak engem. Figyelj, én azt nézem különben, hogy lehet, hogy ez egy ilyen kis hirtelen kijelentés, de rajtad látszik az, hogy benned azért benne van az, hogyha Párizs nem is jön össze, de miért ne jönne össze. Ugyanúgy szerintem Los Angelesben is ott lesz az olimpián, és biztos, hogy jól fogsz menni, mert azért látjuk az eredményeidet, azért az valami előremutatás csak mutat, nem gondolom, apu is lehet, hogy ezt mondja neked, hogy neked akkor is ott lesz a helyed, mert azért belerakod a melót, jól csinálod, ügyes vagy, azért hogyha valaki rólad bekövet téged Instagramon vagy Facebookon, megnézi a fotókat, elég komoly kondíciód van, szóval én úgy gondolom, hogy ott van a helyed az elitben, meg a dobogon, de legyen ennek a másik része, hogy amikor még nem triatlonozol, akkor miért tudsz kikapcsolódni? Ugye azt már tudjuk, hogy repzenét hallgattok, de mi az, ami téged kikapcsol, és mondjuk ami nem sporthoz fűződik? Most, hogy el volt törve a lábam, nagyon sok olyan dolgot csináltam, ugye, amivel pihentetem, már fekszem, vagy ülök, amit nagyon unalmasnak találtam eleinte, hogy hát most az arc kifejezésed az mindent elárult erről az ülökről. Vagy igen, majd nagyon unalmas volt, vagy nagyon unalmas lett mindenféle munkanélkül. Szerencsére mondom, az úszás meg a kerékpározás nagyon hamar megengedték, szóval most tényleg csak ilyen pár napról beszélünk, de hát majdnem megőrültem. Na mindegy, és kitaláltak nekem anyáik ilyen tök jó kézműves dolgokat, tehát voltam többször kerámiázni, ami nagyon-nagyon megtetszett, csináltunk ilyen köcsögöket, bögréket, meg ilyen lányérokat. Meg Tomi, ez nem tudom mennyire volt PC, de én a köcsögödben hagynám. Nekem az alap. Szóval ez nem a Kossuth ilyen... rádió, itt minden elfér. És ki lehetett őket díszíteni. Most arra várok, hogy végre megérkezzenek, mert nagyon sok idő, amíg ezeket kiégetik, meg kiszárítják, meg lemázolják, minden, mert hogy ilyen van egy kis utómunka velem, miután megcsináljuk. Ha esetleg megjön, akkor küld el a képet, és akkor beszerkeztem ide. Jó, mindenképpen. Egy-két köcsögöt rakjunk ki. És közben sokat festettem is. Az most azt látom, hogy szeretsz festeni. Új hobbi, igen. Szóval ezeket csináltam, mostanában kifejezetten sokat kezdtem olvasni, mármint az nem csak a lábtörésem, hanem az előtt is. Sokat olvasok. Különösen életrajzi könyveket egyébként. Nem tudom, mit szoktam még ezen kívül csinálni. Olyan mi volt az utolsó, amit olvastál, Márti? Kinek az életéről olvastál utoljára? Egy Forma 1-es pilotájáról. Hamilton? Nem, Max Verstappen. Jó, végig az adásnak. Köszönjük, Márti, hogy itt voltál. Ez már a második. Hamilton. Verstappen, jó. Jó, mindenkinek vannak hibái. Jó, mehetünk. Igen, könnyűtel. Én egyébként nagyon szeretem magát a sportot is, és úgy gondolom, hogy szerintem Verstappennek zseniális a hozzáállása, azért is akartam elolvasni. Mert szerintem nagyon jól áll hozzá a versenyzéshez. És pont ez az olyan könyveket keresek sokszor, amik így önbizalmat adnak nekem is a sportolói karrierem alatt, és például ő neki, ez most már a második könyve volt, amit elolvastam, és nagyon biztosnak találtam őket, szóval tényleg benne érzem azt a tüzetést, azt az önbizalmat, ami benne van. Persze nem jó, hogyha ez amikor átcsap a másik felére, amikor tényleg valaki öntelt lesz, de hogy szerintem fontos, hogy bízomunk van, és például az ő könyvei tőskor segítettek. Zene? Halljunk, milyen zenéket, hogy Wu-Tang Clan is van, vagy csak Snoop? Az a rilla. Mert azért tudjuk, ugye, hogy az öreg Snoopy az, hogy mondjam, nem az egészséges életnek a híve. Nem. Hát, szerintem alapvetően sokan így ennél a műfajnál a legnagyobb többség, de ő próbálok ettől eltekinteni, és csak a zenére fókuszálni, hogy milyen jó zenéket adnak ki.
Pont ma beszéltük a barátommal, hogy milyen jó lenne egyszer egy ilyen zenei fesztiválra elmenni, ami külön repre fókuszálnak, tehát itt most nem teljesen ilyen sziget fesztiválosra gondolok, csak az a gond ezekkel, hogy ezek mindig ugye nyáron vannak, amikor nekem fő versenyszezonom van, és szóval valószínűleg ez életemben egyszer se fog majd összejönni, de nagyon sokféle embert szeretek hallgatni igazából, Travis Scott-tól kezdve Playboy Cardinál, nem is tudom, most megnézem gyorsan, hogy kik vannak a Spotify-omban. Magyar Nagyon-nagyon zenét sok. hallgatsz különben? Magyarok közül van valaki, akiket szeretsz? Jó, Nem magyarek nagyon. nincsen, csak mondom, Nem nagyon, magyar. nem nagyon hallgatok magyar zenét. Ja igen, sokat hallgatok. 21 Savage-et, Metro Boomin, az nagyon nagy kedvencem. Kit szeretek még nagyon? Akinek mind nagyon sok zenéje még megtalálható a lejátszási listámon. Ó, a The Weeknd, az nem olyan, ő nem olyan rapper, de van, amikor ilyen Nagyon kis jó ilyen... hangja van. Igen, Igen, én igen, ezt nagyon igen. bírom. Így a, Egyedi még a így a srác, zenéről. egyedi. Igen, nagyon. Még így a zenéről jut eszembe, hogy egy időben, amíg nagyon nem tudtam versenyek előtt ellazulni, nem tudom, ez lehet, hogy esetleg akik így hallgatják majd az adást, lehet, hogy nekik is segítene, de amíg így nagyon nem tudtam ellazulni, és nagyon ideges, és zavart voltam versenyek előtt, addig volt, hogy ilyen tök komoly és klasszikus zenét hallgattam, mert az segített, nem is tudom, így lenyugodni, és tényleg levinni a pulzusomat. Mert azt vettem észre, hogy amikor tudjátok ezeket a nagyon, vagyis hogy régen, mikor ezeket a nagyon kemény repeket hallgattam, akkor tökre felment a Vitte a pulzusom, és így pulzust, igen. Ment a igen, verekét. igen. Úgyhogy volt ilyen, és nem tudom, ez lehet, hogy másnak is esetleg beválik ez a praktika. De most már visszatértem a repzenékhez, mert azokat szeretem, és most már, tehát egy normálisan kordába tudom tartani így az izgatásomat, attól függetlenül, hogy milyen zenét hallgatok. Barátok, mennyire viseli meg őket a triatlonos léted? Vagy csak olyan barátaid vannak, akik triatlonoznak, és inkább közülük válogatsz, vagy teljesen hétköznapi. Többségében igen. Akkor ők megértik, Én. hogy verseny van, meg edzők. Ők megértik. Hát legtöbbször ugye versenyeken találkozunk, vagy esetleg edzőtáborban, de nagyon szeretem, mert ők ugye a közösségem. Pontosan ezt szeretem egyébként bennük, hogy ők azok, akik tényleg teljesen megértik, és tudom, hogy nem fognak, most ez nem találom azt a tökéletes szót, de hogy nem fognak semmilyen se elítélni. Nyilván vannak másik barátaim is, például az egyetemen, és akkor nekik is nagyon hálás vagyok, mert azért nyilvánvalóan ők is segítenek nekem, például küldenek anyagokat, vagy hogy mi az, amit mondjuk elvár a tanár, mi az, amiről beszélt az órán. Szóval, hogy ők is megértik nyilvánvalóan, hogy sportolok, és ez nekem nagyon fontos. De ettől függetlenül én a sportolók között találom meg a helyemet, és nagyon hálás vagyok az összes barátomért, és annyira érdekes, mert minden országból a barátaim mások, ugye más kultúrával rendelkeznek, és igazából nagyon szeretem őket. De mondjuk akkor a közös nyelvet mindig megtaláljátok, nem? A triatlon az mindig egy Igen. olyan nyelv, ami közös. Figyelj, Márti, gyorsan a setupról mesél nekünk. Bicó, Új bringás biciklid van, nem? cipő, Ha jól láttam az futócipő. Instagramon. Ja. Igen. Hadd szóljon. Igen. Hadd nézzünk bele egy Jeltem, hogy kicsit. ezt a biciklit pár nappal azelőtt kaptam, hogy eltettem a lábam. Úgyhogy szegény ott ült velem szemben, és várta, Csatárválkodik. hogy az, igen, ott ült, és várta, hogy de mikor. Szóval új Megvagyunk. biciklid van, ugye? Ha jól láttam. És ott Igen, 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 árválkodik. igen. Igen, új biciklim van, és árválkodott a szobámban, mert hogy mindig várta, hogy mikor ürök rá, mert mikor ürök rá, és hát nyilván én is csak arra vártam, hogy mikor mondják ezt végre az orvosok, hogy akkor jó, akkor most már kint is kerékpározhatsz. Szóval ezen kívül, ugye, hát mivel nagyon, hát így három sobort van, rengeteg felszerelés van, tehát tényleg már az úszásnál is, ugye, arra gondol az ember, hogy kell egy úszósapka, egy úszószemüveg, meg egy fürdőruha, hát kell egy rohadt nagy háló, amiben van deszka, bója, lábgumi, tenyérellenállás, teknőt, Huszony. teniszlabda, V-katar, igen, pipa, nem is tudom, rengeteg minden, ami nyilván óriási anyagi forrás, óriási anyagi áttér kell ezeknek mindnek a beszerzéséhez, de hát még, hogyha csak ennyi lenne.
akkor ugye jön a kerékpározás, aminél a kerékpár az önmagában elég drága. Milyen bicód van különben most? Ashworks Venge. Én úgy tudom, hogy ezt 2020-ban vagy 2021-ben leállították a gyártását, és amúgy én ezt a kerékpárt használtam, vettem, vagy vettük, nyilván nem én. Igazából az volt a helyek, hogy akit vettük, hogy nem használta ki, egyáltalán nem is használta, úgyhogy igazából csak a garázsban volt, és így igazából egy teljesen új biciklit kaptam, csak nyilván egy olcsó áron. Viszont én ezt a típus szeretem, szóval én nagyon szomorú voltam, amikor az Ashworks leállította, a Specializer-nek leállította ennek a típusnak a gyártását. Úgyhogy igazából kifejezetten boldog voltam, hogy ezt a kerékpárt megtaláltam, annak ellenére, hogy mondjuk egy idősebb típus. Ugye akkor kellenek még a sisak, szemüveg, itt vannak szponzoraim, akiktől kapok Kik a termékeket. szponzoraid, lehet tudni? Igen, a sisakomat, illetve a bringás cipőmet általában az Ecoitól szoktam kapni, ők egy francia márka, és zseniális a sisakjuknak a kialakítása. Náluk van ilyen egyedül. Én úgy tudom, hogy egyedül, de biztos, hogy náluk volt először is ilyen, hogy olyan a sisakjuk, hogy mágnessel csatlakozik össze. Tehát nem kell tudjátok megtalálni, hogy most akkor hogyan csatolom be, hanem konkrétan csak így összedobom, és összecsatolódik. Viszont teljesen biztonságos, mert nem lehet kicsatolni. Nem fog úgy értem kicsatolódni magától. Úgyhogy én Szóval őket szét kell nagyon húznod, azt szeretem. hiszem, igaz, hogy ilyen, hogy azért kell a mozdulat, hogy Igen, széthúzod, akkor igen, kell egy csak, kicsit igen. Aha. széthúzod, és akkor kész. Igen. Az Tehát nagyon nagyon jó. gyors. És tök jó, mert mondom, nem kell. Voltam, amikor kisebb voltam, akkor így, tudjátok, amikor ott magas pulzussal kijön az ember a vízből, és akkor még ki is kell futni, és akkor be kell találni a kis lyukba. Szóval szerencsére ez itt nincsen ennél a márkánál, úgyhogy én ezt mindenkinek tudom ajánlani, meg szerintem nagyon jó invention ez az egész. Aztán a szemüvegeknél mindig oklit használok, és abból is van egy kedvenc típusom, és van otthon már vagy 8-9 féle ugyanilyen szemüvegem, csak más színben. Azért, mert ez az egy, amit szeretek, és amikor kapok új szemüveget, akkor mindig ilyet kérek, mindig a radar típusú szemüveget, ez a milyen viszonylag ilyen kisebb. Meg nekem eleve kisebb fejem van, ezért nem akarok ilyen rohadt nagyot rárakni, ilyen búvás szemüveget, különben konkrétan eltűnök. Aztán mi is van még? Bringás cipő. Oké. A bringás cipő, az szintén az Ecoitól van, azokat is nagyon Okay. szeretem. Futócipő. Futócipő, ott pedig az On szponzorál, így a magyar oldala, a Running Hungary, és imádom. Élek ezért a márkáért, és ezt most tényleg nem csak azért mondom, mert hogy ők szponzorálnak, Nem, majd most konkrétan már a a leg... műsorunkat is majd megszponzorálhatják. Nekem a legjobb ajándék volt, amikor ők így megkerestek, és amikor így láttam, mondom, Úristen, mondom, persze! Szóval, hogy nagyon örültem neki, és nagyon imádom őket. Ugye ők adnak rengeteg futófelszerelést, és tehát nem csak futócipőt, és én mindenkinek tudom ajánlani, egyszerűen zseniális a minősége a ruháiknak. Nagyon-nagyon szép a színük, ami egy lánynál nagyon fontos, meg én szerintem eleve így nagyon próbálom koordinálni a színeket, amikor, hát mikor lehet egy sportoló csajos, amikor öltözködik edzésre, és akkor mindig próbálom tök jól bekoordinálni a színeket, ez nagyon tökéletesek az annak a színei, de hát nyilván a futócipők azok zseniálisak, szóval a leggyorsabb cipők, amikben így valahol futottam, a legkényelmesebbek, és igazából nagyon, szerintem nagyon tökéletes például az én futásomra, úgyhogy én nagyon örülök, hogy megtaláltam ezt a márkát, és én nagyon örülök, hogy végre találtam egy olyan futócipőt, ami bevált, mert szerintem sokan küzdenek azzal, hogy nem találják esetleg meg azt, ami nekik beválik, vagy az, amit eltűri így a lábuk. Biztos, Óra? hogy nehéz szerintem megtalálni, azt tuti. De gondolom, azért szakemberhez te is elmentél, nem? Amikor a cipőt kiválasztottad, hogy milyen cipő kell neked, hogy stabil, vagy neutrális, stb. Szerintem Hát apukája megmondom ránézett, és őszintén. tudta, hogy milyen cipő kell neki. Pontosan.
Pontosan. Én megmondom őszintén, én nem tudom, hogy ezek a neutrális, meg nem tudom mi. Igazából apa volt az, aki megfogdosta. Amikor kicsi voltam, én megfogdosta a cipőket, hogy ez hogy hajlik, a te lábad milyen, és akkor így rámadta, és akkor azokba futottunk, nem csak én, ugye a tesóim is, és akkor most ugye ez on vált be nagyon. De én úgy gondolom egyébként, hogy szerintem a tehát, hogy igazából nem nagyon lehet beskatujázni valakit, hogy akkor úristen, most te milyen típusú futó vagy, hanem tényleg az, ami a legjobban beválik neked és szereted, szerintem azt a legjobb, hogyha használod. Órából És mit használsz? igen, erre akartam még válaszolni, hogy Garminokat használok, de mint mondtam, én nem vagyok így a technika ördöge, úgyhogy gőzöm sincs, hogy miért. Most már egy nagyon sokáig, igazából most, ameddig nem kaptam meg ezt az új biciklit, én például wattmérő nélkül tekertem, mert így volt sokkal olcsóbb, meg hát igen, egyszerűen nem adtunk ki rá pénzt, mert úgy gondolom, hogy fontosabb dolgokat kellettek, például versenyekre, és eddig wattmérő nélkül tekertem, most az új bringámban beépített wattmérő van, szóval azt is használok. Aztán, amit még használok, az szintén Garmin, és nagyon hasznos, főleg anya szereti, az a Garminnak a Varia nevezetű terméke. Ez egy olyan ilyen bringás radar, nem tudom, hogy mennyire Igen, van, tudjátok, hogy nekünk is ismerik. igen, az nagyon jó. amúgy Az kell, az zseniális. minden, igen. Úgyhogy Szerintem az az minden bringásnak kell, ebben megerősíthetsz minket, nem? igen. Szerintem nagyon hasznos tényleg, és nagyon pontosan mutatja tényleg, hogy ki előz, milyen tempóval. És szerencsére idáig még erre nem volt szükség, de hogy ugye rögzíti a balesetet, hogyha esetleg van. Mert minket így többször értek atrocitások az utakon, még mielőtt beszereztük volna ezt a kamerát, és akkor például nagyon hasznos lett volna, hogyha ezt tényleg le lett volna videózva, és látták volna az előzményeit. Igen, mert az új Garmin radarban már van kamera, Van, és igen, van hogyha olyan azt is, ami hiszem, hogyha kamerás. igen, és hogyha valami, hogy nagyon közel jön hozzá, de az autós, mondjuk így, akkor felvételt csinál róla, ha jól tudom. Igen, azt is, meg hogyha elesel, akkor automatikusan. Tehát úgy van, hogy igazából én úgy tudom, hogy mindent rögzít, csak nem menti el őket. Tehát például, hogyha közel jön az autó, akkor igen, azt az 1 percet elmenti, meg hogyha baleset van, ami a jó ég adja, hogy ne legyen, akkor azt is rögzíti. Tehát, hogy amúgy, mondom, erre még nem volt szükségünk, bár amikor volt egy bringás bukásom, egy kisebb, akkor azt egyből jelezte, és akkor azt fel is vette. De hogy, tehát, hogy ezt érzékeli valahogyan, hogy baj van. Na, Úgyhogy ez egy tök jó. zseniális termék, én nem tudom, hogyan. Márti, a idei évről mondjál nekünk valamit, hogy ha megvan a doki, és azt mondja, hogy akkor hajrá, megint visszatérhetsz, akkor van-e még verseny esetleg, vagy hol láthatunk Persze, még? persze. Nagyon, szerintem triatlon az egyik olyan sport, ahol nagyon-nagyon korán kezdődik a szezon, hiszen most már februárba kezdődött, viszont októberig eltart, úgyhogy mindenképpen fogok még idén versenyezni, azt tuti, és már tényleg alig várom. Nagyon bízom benne, hogy holnap jó híreket kapok. Már most izgulok egyébként. Jobban, mint egy verseny előtt konkrétan. Hogyha zöld lámpát kapok, akkor már holnap délután ki fogok menni futni, mert hogy ma is, hát nem délután, egyből azután, hogy megkaptam a hírt, mert annyira hiányzik. És ha nem, akkor nem fogok közötörni, akkor tovább erősítem azt a kettő sportot, amit tudok jelenleg csinálni. De most fókuszáljunk arra, hogy megengedik. És akkor nem tudom pontosan, hogy mi lenne a következő verseny, mert ez szerintem nyilván attól is függ, hogy mennyire vagyok képes gyorsan visszajönni így a futás terén. Viszont próbálnék nyilván minél korábban, minél többet, és hát nem, ez nem jó, nem minél korábban és minél többet, de hogy visszajönni, és hogy sikeresen versenyezni. Szóval szeretnék igazából úgy visszajönni versenyezni, bár lehet erre ugye, tehát ugye erre nincs rengeteg időm most, hogy jól tudjak teljesíteni. Tehát, hogy az lesz ebben igazából a nehéz, hogy ugye eleve az olimpia is nagyon közel van,
és nem is tudom, körülbelül ilyen 85 nap körül lehet a maga a triatlon. És ugye ez eleve önmagában elég kevés, viszont ettől függetlenül szeretném ezt a fennmaradó időt, hogyha holnap zöld lámpát kapok, arra fordítani, hogy tényleg nagyon-nagyon jó teljesítményt tudjak nyújtani az adott versenyeken, még akkor is, ha ez esetleg nem az olimpia. Mártin, sok szerencsét szeretnénk kívánni neked, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál nálunk, és a rendelkezésünkre álltál. Srácok, nagyon szépen köszönöm nekem, ez tényleg megtisztelő volt, és jó volt veletek beszélgetni. Ó, nagyon szépen köszönjük, tök jó üdefolt voltál nálunk, meg szerintem ez a legfiatalabb, aki idáig volt itt a csatorna. Olyan? Igen. Haj, néha olyan öreg érzem magam, mert én tudom, hogy ez ilyen furi, de hogy úgy értem, hogy én még arra emlékszem, hogy nemrég én is most fognak holnap nyelvvizsgázni a legkisebb testvéreim, és én még arra emlékszem, amikor én nyelvvizsgáztam. Szóval, hogy nekem meg pont az a furi, hogy olyan gyorsan elrepül az idő. Úgyhogy ez most jól esett. Köszönöm! Márti, köszönjük, hogy itt voltál. Király volt szerintem, úgyhogy meg hát sok sikert kívánok. Én szerintem biztos abban leszünk, hogy holnaptól már a szigeten fognak téged látni a rajongóid. Ígérd meg, hogyha minden sikert. Oké, akkor az Instára kiraksz egy posztot, hogy... Léci. Az biztos, hogy nem fog elmaradni. Meg talán ősszel vissza is hívhatnánk a Mártit, nem aztán... Ja, aztán beszélni erről a szezonról. Főleg, hogyha ott voltál az olimpián, akkor meg főleg lesz mit mesélni. Igen, remélem, hogy akkor minél pozitívabban, meg tényleg akkor azok teljesülnek, tudjátok, amit így el tudtam mondani, meg amik így a céljaim. Az egy jó reflektálás lenne egyébként, egy reflektálásnak a lehetősége. Na, köszönjük szépen, srácok, ti megiratkozzatok fel a csatornánkra, lájkoljatok, meg egyebek, találkozunk a következő adásba, szevasztok. És nyomjátok szintágot, meg egyetek zapkásra. Sziasztok! Ez jó volt még a végén.